Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéja vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. Képviselő testületi ülés. Legközelebb szeptemberben folytatják a munkát. Semmelweis nap. Szakmai elismeréseket adtak át a Dombóvári kórházban. Bombázás. A II. Világháború áldozataira emlékeztek meg. 5 órai tea. Beszélgetés Tar Imrével. Pap József világbajnok. Oklevélben részesült. 8 napirendi pontot tárgyal Dombóvár város képviselőtestülete. A nyári szabadság előtt sikerült minden fontos témában döntést hozniuk, számolt be Pintér Szilárd polgármester. Napirenden volt többek között az új dombóvári posta kérdése is. Ma délelőtt 8 napirendi pontot tárgyalt a képviselőtestületünk. Szeretném kiemelni, hogy az újdombári posta további működésének érdekében megteszünk és meg is tettünk eddig is mindent, hiszen július 1-jével a szerződésünk határozottan idejévé vált, ami azt jelenti, hogy a posta nem fog bezárni és folyamatosan fog működni. Remélem, hogy ez megnyugtató az újdombáron élők számára. Kiemelkedő napirendi pont volt 24 évi költségvetési rendeletünknek a módosítása, amely nyilván ilyenkor nem járása, mint felülvizsgáljuk és a valós gazdasági eseményekhez hozzárendeljük a forrásokat, illetve megnézzük, hogy a kiadásainkat tudtuk-e tartani. Mindenki számára jelentettem, hogy a költségvetésünk kiegyensúlyozott, likviditási problémáink továbbra sincsenek. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elmondta, hogy az iskolai védőnői szolgálatot hogyan töltik majd be az iskola kezdésre. Tekintettel, hogy védőnői körzetek felülvizsgálatára is sor került a mai ülésen, ennek apropója pusztán annyi volt, hogy egy kedves kolléganő nyugdíjba vonul, és az ő helyettesítését kell átmenetileg megoldani, amely nyilván olyan változást hoz magával, hogy szeptember 1-től nem lesz önálló iskolai védőnői körzet, hanem jelenleg meglévő védőnő fogják ellátni egész Dombóvár területét. Remélem, hogy egyetlen egy napirendi se pont is olyan feladat sem maradt el, amelyet későbbiek folyamán nem tudunk majd újra tárgyalni. Az ülések szeptemberben folytatódnak, hiszen a testület tagjai júliusban megkezdik a nyári szabadság időszakát. A Magyar Egészségügy napja a Semmelweis nap. 1992 óta ekkor minden évben szakmai elismeréseket adnak át, és megemlékezéseket tartanak országszerte. Így történt ez a dombóvári Szent Lukács kórházban is. A Mária Istenanyja kápolnában megrendezett Semmelweis napon összesen 9 egészségügyi dolgozót ismertek el lelkiismeretes és magas színvonalú munkájáért. Én január 1-je óta vagyok orvosigazgató, és hát ez azért számomra egy csomó feladatot adott ebbe az első fél évbe. Elég turbulens időket élünk, már az egészségügyben biztos, és hát ami a beszédemben is elhangzott, hogy napról napra rengeteg problémával szembesülünk, amit kezelni kell a működés érdekében, és hát ez bizony néha nem egyszerű. Az egyik legnagyobb problémánk az intézetünkben a humán erőforrás hiány, elsősorban szakorvos hiány, de hát ezt elmondhatom a régiónkra, de akár országos szinten is. Azt hiszem ez a médiában elég közismert. Sajnos hétről hétre kapunk híreket, hogy itt bezárt egy osztály, ott bezárt, mert átmenetileg legalábbis nem lehet a humán erőforrás hiány miatt működtetni. A dombóvári Szent Lukács kórház orvosigazgatója elmondta, hogy 2 orvos díjaztak a Semmelweis napi ünnepség keretein belül, egyikőjük dr. Mirosnyicsenko Szergej, aki 1998-ban került a dombóvári kórház kötelékébe. Dávid doktor, aki fülorgégész, hát 40 éve dolgozik az intézetben, és mindig megbízható, korrekt munkát végzett, és a kollegialitása sem hagyott maga után semmi kívánivalót soha. Alapvetően őt ezért díjaztuk. Mirosnyicsenko Szergej doktort pedig hát a szakmai elhivatottsága miatt ő 2 szakvizsgával rendelkezik, sebészeti és traumatológiai szakvizsgával, és bizony, hát éppen az osztályunkon is a humán erőforrás hiány miatt többletterhek
ezeket kell a dolgozóknak, a kollégáknak magukra vállalni, és ő ebben részt vesz szépen. A nézők, akik tulajdonképpen a betegeink lehetnek, bár ne legyenek soha, de ez sajnos soha nem lehet kizárni. A nézők felé csak az a kérésünk van, hogy megértéssel legyenek, mert nehéz valóban kevés személyzettel néha megoldani olyan problémákat, olyan ellátást, ami több személynek, több orvosnak, több ápolónak kellene. És ez esetleg időben várakozást okozhat, vagy valami elégedetlenséget, de higgyék el, hogy mindenki próbál megoldásokat találni, és az ellátást lelkiismeretesen elvégezni. Egy ember életét elsősorban az határozza meg, milyen tisztességgel, emberséggel, szakmai eredményekkel csinálja végig. Görgei Gábor idézettel kezdődött dr. Takács Andrea adjunktusi kinevezése. Most jelenleg ugye nagy terhelés van, tehát sokat kell dolgoznunk a sürgősségen is, a belgyógyászaton is, a krónikus belgyógyászaton is, és hát igyekszünk megoldani mindent, amit csak lehet. Az év kiváló tanulója kitüntető címet Lesták Eszter Boglárka vette át. Kicsit meg vagyok illetőzve, de hát különösebben úgy jól érzem magam. Örülök neki, hogy a tanárnő engem nevezett ki erre a díjra, és hát köszönöm mindenkinek. Anyukám és a mamám is egészségügyön belül dolgozott, és nekem is megtetszett ez a pálya. És erre az iskolára esett a választás, mivel ők biztosították Dombováron az egészségügyi pályát. Hát a műtőben belül szeretnék elhelyezkedni, és jelenleg a műtőasszisztensi tetszik a legjobban. A gyógyítás csapatmunka, melyhez kell lélek, segítő szándék, elkötelezettség és empátia. 1944. június 30-a sötét napként vonult be Dombóvár történelmébe. Immár 80 éve ezen a napon szövetséges repülőgépek dobtak le bombákat Új-Dombóvárra. A tragédiára idén is megemlékeztek. A fülsiketítő morajlásban a fekete eget a záporozó bombák keltette, kapos eső kötötte össze a földdel. Így fogalmazott beszédében Juhász Csilla, a Dombóvári József Attila általános iskola pedagógusa. Dombóvárt 1944. június 30-án bombázták, erre minden évben megemlékeznek. Nem volt a célpontok között a város. Lengyelországba, a sziléziai bányákba kívántak menni a szövetséges gépek bombázni, de mert az időjárás ezt nem tette lehetővé, nem akarták elvesztegetni a tölteteket, és úgy döntöttek a vezetőik, hogy elszórják a Dél-Dunántúl vasúti célpontjaira. Így Új-Dombóváron is hát 75 tonnányi bombát szórtak el, és ez nagyon váratlanul érte a városrészt. Nagyon sok embert érintett közvetlenül, mert bár 12-en haltak meg ezen a napon, de nagyon sokan váltak hajléktalanná, és hát nagyon sokaknak a hozzátartozóikat érintette ez a tragikus esemény. Tehát ilyen módon ez a városrész történetének egy fekete napja. Azért fontos emlékezni a múltra, hogy figyelmeztessük a jövőt, fogalmazott a pedagógus. Nem azt látom, hogy rengeteget változott az emberiség hozzáállása a béke kérdéséhez, de úgy gondolom, hogy a megemlékezések valamennyire mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a szörnyűségeket nem kell megismételni. Az én édesapám is vasutas volt, ugye Dombóvár egy vasúti gócpont, hát régen sokkal nagyobb forgalma volt a pályaudvarnak. Ezelőtt a bombázás előtti napon ünnepelték a vasutas telepnek a 25. évfordulóját, tehát 44-ben volt 25 éve, hogy egy úgymond vasutas telep itt létrejött. Ilyen módon azért a városrész lakóinak a többsége vasutas volt. Hát manapság azért ez már nem jellemző, de akkoriban, meg még nagyon sok évtizeden keresztül a vasút volt a fő megélhetési forrás, arról nem is beszélve, hogy valamennyire azért Dombóvárt jól bekapcsolt az ország
gazdasági áramlásába, hogy ez egy ilyen vasúti központ volt. A tragédia 44-ben történt, manapság már egyre kevesebben vannak életben olyanok, akik felnőttként élték át a szörnyűséget. Igen, én úgy tudom, hogy legalábbis a hozzátartozóik, illetve akik akkor gyerekek voltak, vagy nagyon fiatalok, mert ilyen helytörténeti visszaemlékezésekben lehet olvasni valóban ennek a konkrét napnak a történetéről úgy, hogy élték meg, akik akkor éltek. Hát én magam sem éltem még akkor, mi több a szüleim is gyermekek voltak. Tulajdonképpen az, hogy mindössze 40 éve lehetett egyáltalán emléktáblát állítani a világháború áldozatainak, ez ugye egy tulajdonképpen politikai kérdés volt, úgyhogy 40 éve az, hogy az újdombóvári közösség ezt a falon lévő emléktáblát létrehozta, ez egy nagyon jelentős tett volt, és ezen minden olyan hősnek fönt van a neve, akik valamilyen szinten áldozatot hoztak a világháborúban. Ebben a hitben és reményben emlékezünk most az örök hazába elköltözött testvéreinkről. Csullag Gábor diakónus áldásával emlékezett meg az áldozatokra. Az esemény közös koszorúzással zárult. Pap József sporthorgász világbajnoki teljesítményéért Pintér Szilárd polgármester elismerésben részesítette. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elismerő oklevélben részesítette Pap Józsefet világbajnoki helyezéséért. 16. alkalommal rendezték meg június 14-15 között a bolgár Plovdivban a nemzetközi sportviadalt. Összesen 50 csapat mérte össze tudását, ahol a dombóvári sporthorgász egyéni teljesítménye alapján a magyar csapat tagjaként a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg a hazai válogatott csapatban bronzérmet szerzett. Egy ilyen versenyre való felkészülés az folyamatos. Tehát nem lehet ezt 10 perc alatt felkészülni egy ilyen versenyre, tehát az évek hosszú munkája. Mindig gyakorolni kell, mindig toppon kell lenni, és ahhoz, hogy erre a versenyre hogy tudtam felkészülni konkrétan már, ugye azért a kezemben vannak a horgászfogások, és miután kiderült, hogy Bulgáriában lesz a verseny, az időpontja is letisztázódott, a szövetségi kapitánnyal kiutaztunk ketten Bulgáriába, mert ezen a pályán rendeztek egy horgászversenyt, a bulgár horgászoknak a válogató versenyét, amely versenyből aztán kikerült a bulgár csapat, akik részt vettek a világbajnokságon. Tehát ezt mi megnéztük, ott már szereztünk róla információkat, tapasztalatokat. Az atlétika a világ egyik legnépszerűbb sportága, és minden sportág alapja. Ezért is kapta a királynő jelzőt. Tar Imre volt a művelődési házban az 5 órai tea beszélgető partnere, aki 53 éve edzősködik, és jelenleg is 22 gyermekkel foglalkozik. Az ember alapvető mozgásformáira épül, ebből kifolyólag nagyon sokszínű sportágról beszélünk, mely már az első ókori olimpián is jelen volt. Dombóvár ikonikus alakjával beszélgettünk, Tar Imrével. 15 kitüntetésem van, tényleg a legnagyobbaktól a legkisebbig, de hát szóval, hogy mivel érdemeltem ki, hát reggeltől estig pályán voltam gyakorlatilag, és dolgoztam 68 éves koromig az iskolába is, tehát 6 évet rádolgoztam, és hát jelenleg a 75-ben vagyok, és most is aktív atlétedző vagyok, sőt, mi több, idén is van már országos bajnokom második helyzetem, tehát nem csak eltöltöm az időt. Hát nekem a Kovács Ágival kezdődött az egész, ő egy gerehajtó volt, 48 méterig jutott, válogatott volt, vagy mondanám a Mayer Ildikót, a magasugrót, aki 17 és fél évesen 181 centit ugrott. Hát ez még ma is elmenne ez az eredmény, pedig már 50-40 éve volt. Akkor van a távolugró kapitány Eszterem, aki arról volt híres, hogy mindig az országos bajnokságon ugrotta az egyéni csúcsát, többszörös válogatott, többszörös magyar bajnok. Akkor van a Tóth Bence magasugróm, aki 2 méter 10-ig jutott, és hát ő is válogatott, és többszörös magyar bajnok. Akkor van a Göbjös Csengém, aki szintén és Európa bajnokságon szerepelt, ifjúsági atlétika Európa bajnokságon. Vannak még
bajnokok, de most egy pillanat, például Nagy András, aki 15 éves korában 11-1-et futott 100-on egy válogatott viadalon, akkor mondanám tovább a Farkas Bence ifjúsági olimpián vett részt, ahol 36 éves magyar csúcsot javított meg. Azon kívül még jó pár bajnokom van. Egy 2009-es születésű, tehát első gimnazista, de még 8-os korú előbb került iskolába. Ugrott 187 centit magasba és 650-et távolba. Országos bajnok, válogatott, idén már diákolimpiai bajnok és diákolimpiai második helyezett. Tehetség nélkül nem lesz senkiből se bajnok, de ahhoz nem elég a tehetség, ahhoz még számtalan dolog kell, és hát egyre büszke vagyok, hogy ezeket mindet én neveltem. Tehát nem úgy volt, hogy na valakitől megörököltem és vittem tovább, hanem ezzel én kezdtem el, és így lettek a... Hát általában úgy 18 éves korig maradnak, mert akkor elmennek egyetemre, főiskolára, vagy esetleg dolgozni, és akkor már úgy nem tudnak edzeni. Most is van egy-két nagyon ügyes gyerekem, hát azokból kihozni, amit lehet, ha ők is akarják. Mert azért van egy bizonyos, úgy hívom, hogy kömény mag, aki nagyon keményen dolgozik, és minden edzésen ott van, hetente minden nap, de hát van, aki azért lezserebből veszi a dolgokat. De annak, aki keményen dolgozik, annak van is eredménye. Van miért dolgozni, hát szóval van eredmény. Mert hogyha majd nem lesz, akkor visszavonulok. Én elsősorban a ugrásokkal foglalkoztam és a sprinterekkel, de volt bajnokom ezekben a számokban mindben, de volt bajnokom súlylökésben, diszkoszvetésben, gerelyhajításban is, mert a kollégám úgy osztottuk meg, hogy ő vitte a közép-hosszú távfutókat, én meg a többit. Nagyon hosszú ideig is. Hát mi együtt dolgozunk 50 éve, úgyhogy. Én meg már 53 éve edzősködöm. Mindig sportoltam egész életemben. Szinte mindenféle sportágat kipróbáltam, de amiben végül is leragadtam a végén, az a atlétika volt és a kosárlabda. Kosárlabdába MB2-ig vittem, magasugrásba 196 centig, úgyhogy ezek voltak a legjobb eredményeim. És akkor testnevelő tanárra jelentkeztem. Hát akkor, amikor én jelentkeztem, akkor még több mint 10-szeres túljelentkezés volt, és kellett hozzá nekem a jeles érettségim is, hogy bekerüljek. Manapság már könnyebb. A feleségemmel, aki ott ül abban a rózsaszínben, reggelente, délelőttönként gyalogolunk 6-8 kilométert, utána hazamegyünk, ebéd után alvás, és akkor utána jön az edzés. Napjaink atlétikája 5 szakágra osztható fel. Futás, gyaloglás, ugrás, dobás, több próba. Dombóvár több mint 100 éve jeles képviselője a sportok királynőjének. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!